Gála műsorral nyitották meg tegnap az Idősekért Nagykanizsán ünnepi hét elnevezésű programsorozatot a HSMK-ban. A Hétszínvirág és az Attila óvoda csoportjai verssel és tánccal örvendeztették meg a jelenlevőket, majd a polgármester mondott köszöntő beszédet. Azok az idős emberek, akik itt élnek városunkban vagy a város környéken, akik már az aktív munkás életüket leélték, nagyon sokat tettek ezért a városért, ezért a közösségért, és ő velük, hogy úgy mondjam, nekünk mindig együtt kell gondolkodnunk, együtt kell lennünk, az ő bölcsességüket, tapasztalataikat meghallgatni, hála Isten, Nagykanizsán aktív az idősek közössége. Az ENSZ 1991-ben azzal a céllal nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, hogy felhívja a figyelmet a méltóság teljes időskorra. A gálán jelen volt Fülöp Attila államtitkár, aki az idősek megbecsülésének fontosságát hangsúlyozta. Azt gondolom, hogy a mindenkori magyar kormánynak, a mindenkori szakembereknek, akik ezen a területen dolgoznak, pontosan az a feladatuk és pontosan az a felelősségük, hogy ezt az erőt, ezt minél inkább elő tudják hozni, hogy a társadalomban az idősek megbecsültségét minél inkább el tudják érni, mert enélkül az anyagi javak sem fogják elérni azt a célt, amit szeretnénk. A város idős polgárait idén Stancsik Lajosné és Móricz István Béla képviselte. A köszöntők után kulturális műsor kezdődött. Az idősek hete programjai péntekig tartanak, a város részekben is lesznek rendezvények.